Sziasztok! Mindenféle felvezetés nélkül nézzük a rakuntájkont. Kezdjük először is a külalakkal, illetve a komponens minőséggel. A külalakról talán nagyon sok mindent nem is kell mondani. Van nekünk ugye egy játéktáblánk, ahol megjelenik szerintem gyönyörűen az árt. Amúgy egyébként így nem lennének rajta ezek a kis jelölések, akkor még egy kisebb festménynek is elmenne. Illetve ami még van érdemi grafika rajta, azok ugye a város, illetve a vasútvonal kártyáknál látható, amik egyébként szerintem nagyon hangulatosak és szépre lettek elkészítve. Ezen kívül viszont még ugye van nekünk a komponens minőség. A komponens minőségben szerintem nagyon szakasztott ez a játék. Egyrésztről itt vannak nekünk a kártyák, ami nagyon vastagak és nagyon jó tapintással minőségűek, illetve a kartonelemek is elképesztően vastagra sikeredtek. Ezek, hát azt nem mondom, hogy kétszer, de egy-két réteggel szerintem vastagabbak, mint a megszokott átlag kartonelemek. Ez igaz ugye ezekre az épületlapkákra, illetve magukra a tokenekre is elképesztően vastagra lettek elkészítve. Ezen kívül még itt vannak nekünk ugye a pénzek. Na most ezekről a pénzekről annyit érdemes tudni, hogy ezek nem monopoli pénzek, tehát nem papírból vannak készítve, hanem ahogy néztem, ugyanolyan kártyaanyagból, mint a ténylegesen maguk a kártyák. Annyi különbséggel ugye sokkal vékonyabb van, hogy azért mégiscsak a pénz érzete meglegyen, de alapvetően ugyanez a szerintem prémium minőség lett elkészítve. Mennyi ilyen motoros? A játékhoz egyébként belül tartozik egy dobozrendező is, amiben szépen elférnek a kártyák, viszont kártyavédő nélkül. Ja, tehát az, hogy szépen elférnek, az lehet, egy picit túlzás, hogy ide berakjuk a kártyákat, akkor én nagyon picit túllóg felfelé, úgyhogy ha még egy vízszintesen is tartjuk a dobozt, de így rázkodik jobb a balra, akkor egy picit összerázódnak a kártyák, de amúgy minden más szépen elfér benne. Játékmechanikai szempontból ugye két nagy részre tagolódik a játék. Van egyrészt ugye a piac része, aminél folyamatosan az árak változnak ezekkel a kis tokenekkel jelölve. Annak függvényében ugye a többi játékos mennyit vesz, mennyit ad el. Ugye ezek vannak jelölve ezeken a kis árukártyákon. Egyrészt ugye, ugye az ár mennyivel fog változni, illetve hogy mik azok, amiket tud az adott játékos magához venni. A másik része pedig ugye a licitálás része, amivel meg tudjuk szerezni a különböző vasútvonalakat. És ugye ezekből a vasútvonalakból fogunk szetteket összehozni, amik a pontnak egy nagyon nagy részét fogják adni. Ezen kívül van benne egy pici mechanizmus építés, amit ugye az itt lévő épületekkel tudunk megvalósítani, amik adhatnak plusz termelést, pontot, stb. Ezek az elemek és mechanizmusok ennél a játéknál nagyon jól össze vannak csiszolva. Mit értek ez alatt? Egyrészt ugye ott van a licitálás rész, az az egyik talán ilyen fő része, ugyanis azokkal próbálunk megszerezni majd lehetőleg ugyanolyan típusú állatkártyákat, amikből minél több azonos, tehát minél több kártya van egy azonos típusban, annál több pontot fogunk szerezni. Most illetve kezdve elindul egy folyamatos sakkozás a játékosok között, hogy mivel látjuk egymás kártyáit, ezért tudjuk azt, hogy ki mire fog majd rámenni, és azokat próbáljuk, ha lehet, akkor megakadályozni azzal, hogy mondjuk mi, vagy ha nem is mi, de legalább más vigyél a kártyát. Vagy ha adott esetben el is tudja vinni azt az adott kártyát, akkor megpróbáljuk felsrófolni az árat, hogy akkor lehetőleg, ha nem az összeset, de azért majdnem az összes pénzét, a licit során rákölcsi, hogy megszerezze azt. Illetőleg kezdve egy folyamatos taktikázás megy egymás ellen. És az az érdekes, hogy lehet, hogy te mondjuk nagyon jó érzékkel tudsz licitálni. Lehet, hogy még az is nagyon jól megy, hogy fejben tudod tartani, hogy éppen melyik játékosnak mennyi pénze van, tudsz folyamatosan figyelni, hogy kinél milyen lap van és miért szeretne. Viszont az egész licitálási helyzetedet, hogy mennyit tudsz blöffölni, ugye ez azért érdekes, mert a pénz az rejtett, tehát egyedül ez a pénz, amivel licitálsz, az, ami rejtett a többi játékos elől. Tehát ezzel a pénzzel való blöffölést azért alapvetően az befolyásolja, hogy mennyi pénzt tudsz kereskedésnél összehozni. És ez az egész kereskedés behozza az egy másik szintjét ennek a játéknak, hogy látod ugye a többi játékos előtt, hogy milyen áruk, termékek vannak, és abból tudsz következtetni arra, hogy például milyen termékeket akar esetleg eladni, hogy le tudsz-e csapni mondjuk jó időben megfelelő áron egy adott termékre, és jó áron eladni sok terméket, és így sok pénzt szerezni, ezzel tudod leginkább a tőkédet megalapozni arra, hogy a licitálás során tudjál jobb löfföket összehozni,
vagy adott esetben fel tud strófolni másnak az árát, ugyanis egy olyan szabály viszont van a licitálás, hogy nem licitálhatsz többet, mint amennyi pénzed van. Úgyhogy bár nem tudja a másik játékos, hogy te, amivel licitáltál, az neked az összes pénzed, vagy csak egy részösszege, de te mégiscsak annyira tudod felhajtani, vagy annyira tudsz beszállni a versenyben, meg szeretnéd szerezni a lapot, mint amennyit van. Ez a két mechanika nagyon jól kiegészíti egymást, és itt kapcsolódnék rá az épületekre, hogy minden épület nagyon jó kis plusz képességeket hoznak be neked. Egyrészt ugye bővítik neked azt a képességedet, hogy több áru legyen előtted, másrésztről meg például azt, hogy mondjuk egy adott termékből egy picit többet kereskedsz, vagy mondjuk egy picit jobb áron tudod eladni. Nagyon jó ilyen kis plusz extra képességeket tudnak behozni, amik első lehet, hogy nem tudjuk soknak, de nagyon sokat tud a játék egész menetében számítani. A játék nagyon szép, nagyon jól néz ki, szerintem a mechanikák nagyon jól összefornak. Tipikusan az a helyzet, amikor nem tudnám elképzelni mondjuk feltétlenül egy másik manikával, mert annyira az érdi karakterét adja, hogy licitálunk és kereskedünk, hogy ez a játék, ez így tiszta, így egész. Az egyetlen egy, ami esetleg egyeseknek egy fájó pont le, szerintem egy picit tematikátlan. Nagyon szépen néz ki, a kereskedés része az abszolút visszajön. Tehát ilyen szempontból az, hogy vagyunk kis iparmágnások, akik kereskedéssel pénzt szereznek, utána vasutakat építünk, városokat alapítunk. A kereskedés része az teljesen jól visszajön. Viszont a másik oldal az, hogy vasutat építünk, városokat alapítunk, az igazán volt csak annyit jelent, hogy kapunk egy városkártyát, illetve vasút szerzésnél pedig kapunk egy vasútkártyát. Tehát ez a része viszont egy picit tematikátlan, de ettől függetlenül, aki szeretné, azért valamennyire bele tudja élni magát. Játékosszám tekintetében 2-től 5 főig lehet ezt a játékot játszani, 3 főtől egyébként szerintem már abszolút hozza a teljes arcát, 5 fővel is szerintem a játékidő teljesen válható, nyilván picit hosszabb, mert ugye egymás után hozzuk a döntéseket, de azért is nem probléma szerintem, hogy picit hosszabb a játékidő, mert ugye az egyik akció ugye maga a licitálás, és lehet, hogy most, amire újra sorra rám kerül a sor, még 4 játékos jön, viszont ha valamelyik játékos licitálás akciót hajt végre, akkor én ugyanúgy megint játékba kerülök. Úgyhogy emiatt szerintem az 5 fő is teljesen jól hozza a játékélményt, mert folyamatosan játszhatja a többi játékost is. 2 fő esetén annyiban lehet esetleg picit probléma szerintem, hogy ugye a saját pénzed, de nem kell számon tartani, mert azt látod. Viszont a másik játékosnak a pénzét, azt nagyon könnyű így fejben tartani. Nyilván már 3-4-5 játékosnál már sokkal több játékosét kell, azt már picit nehezebb, így viszont érdekesebb is a játék, hogy nem feltétlenül vagy tisztában kinél mennyi pénz van, így sokkal érdekesebb a licit. Illetve van még egy pont, ami miatt szerintem érdemes minél nagyobb játékos számmal játszani, az pedig a piaci áringadozás. Ugyanis minél többen játszotok, annál többször fogtok kijátszani ilyen piackártyákat, ergo annál gyakrabban fog fölmenni az ár, illetve mivel több játékos lesz, mire te újra sorra kerülsz, több játékos lesz az, aki fog venni is terméket, tehát visszacsökkenteni a piaci árakat. Gyakorlatilag minél többen játszotok, az árak annál hektikusabban ingadoznak, ami miatt szerintem még sokkal érdekesebb lesz ez a játék. Úgyhogy röviden ennyi lett volna. Én kipróbálásra mindenképpen ajánlom ezt a játékot. Annak is, aki nem feltétlenül a licitálásnak a nagy híve, szerintem annak is érdemes egy esélyt adni. Nekem elképesztően bejött ez a játék, nagyon szeretem ezt. Könnyed szabályokkal, szép megjelenéssel, nagyon prémium minőségű anyaga használattal, az a vicces egyébként, hogy annyira jól néz ki a játék, hogy ezek a kis kartonelemek már igazán jól bénának tűnnek. És mechanikai oldalról szerintem szenzációsan élvezhető a játék mellett. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tudtam egy picit segíteni ezzel a videóval. Sziasztok!